Abban a helyzetben nem volt más lehetőségünk, csak az emigráció. Drágám, igazán kedves, hogy gondoltál ránk. Uraim, bemutatom a feleségemet, Juliettet. Budapestre jöttek? Mik a hírek? Inkább kávét innának? Nem, köszönjük, a tea tökéletesen megfelel. Ugye nem szavarna önöket egy kis szele? Köszönjük. Uraim, foglaljanak helyet. Szóval, mi azt akartuk, hogy mindenki megtudja, hogy mennyire megvetjük azt a rendszert, ami miatt annyit kellett szenvednünk. Szép szavak, nem érnek semmit. A maga és a magukhoz hasonlók már rég eltűntek. Én pedig fasiszta lettem. Maga fasiszta? Sarkadi. Ugye már a meggyőződéses fasiszták nem így beszélnek. Megissza még? Doki kell. Az ezredes meg lesz elégedve.